Azt hiszem, hogy mindenki szenvedett már alvás zavarban. Valakinek a pillanatnyi stressz álmulásával megoldódik ez a problémája, mások viszont szakember segítségére szorulnak. A tartós alvás hiány komolyan veszélyezteti a teljesítményünket, a hangulatunkat, de még az immunrendszerünkre is befolyással lehet. Hogy pontosan milyen élettani hatással van ránk, például az, hogy a tévé mellett alszunk el, ugyan hat ránk a kék fény, többek között ezekről a témákról beszélgetünk. Knapek Éva klinikai szakpszichológussal. Sziasztok! De azt ugye tudjuk, hogy a felnőtt szervezetnek 7-8 órára van ideális esetben szüksége, hogy ennyit aludjunk egy éjszaka, de hát ugye azt is tudjuk, hogy az idő az a legnagyobb, vagy az a legértékesebb dolog mostanában, és a legnagyobb ellenségünk is, mondhatjuk így. Hogyan tudnál minket meggyőzni arról, hogy ne az alvás legyen az, amin spórolunk időt? Amellett, hogy az életminőségünket is befolyásolja, és ahogy említettétek is a teljesítményünket is, tényleg komoly egészségromboló hatása van annak, hogyha tartósan kialvatlanok vagyunk, tehát ez veszélyes akár az életünkre is. De hogyha valakit ezek az elméleti dolgok nem győznek meg, akkor azt javaslom, hogy érdemes egy tevékenységnaplót vezetni 1-2 hétig, értékelni minden napnak a produktivitását, hogy mennyire volt sikeres aznap a feladatlistának a kipipálása vagy elvégzése, és érdemes ezt összevetni azzal, hogy mennyire voltunk kipihentek, mert hogy nem tudunk azzal spórolni, ha nem alszunk, mert általában nem tudunk úgy koncentrálni, és nem sikerül annyi mindent elvégezni. Milyen fizikai tüneteket vehetünk észre magunkon ilyen esetben, hogyha nem alusszuk ki magunkat, vagy fáradtabbak vagyunk? Szívdobogás érzés, ugye izomfájdalmak, és a kimerültségnek rengeteg ilyen pszichés tünete is lehet, hogy ingerültebbek vagyunk, úgy rontja a kapcsolatainkat is. Mi a helyzet? Ugye én nagyon sokáig egy gimnázium alatt rádióra aludtam el. De sokan ezt televízióval teszik, hogy bekapcsolva marad a tévéképernyő, és arra alszanak el. Ez milyen hatással van az alvásunkra? Mindenképpen rontja az alvás, az éjszakai alvás minőségét a televízió melletti alvás, vagy az is, ha elalvás előtt televíziót nézünk. Ugye biztos ti is hallottatok már a kékfényről, amit az ilyen monitorok meg képernyők kibocsátanak magukból. Egyszerűen ez így eléri azt az agyunknál, hogy kevésbé vagyunk álmosak. Tehát azt az érzetet kelti bennünk mesterségesen, hogy felébreszt minket, mintha nappal lenne, tehát sokkal nehezebb a természetes alvásciklusunkat követni így. Mi történik az elménkben mondjuk egy olyan esetben, amit te is említettél, hogy én például elalszom egy műsoron, majd felriadok egy óra magasságában, és utána bevászorgok az ágyba, de ugye ott eltelik egy fél perc, amíg az ember újra észhez tér, újra el kell, hogy tudjon aludni, ott gondolom azért, hogy megbolygatja a dolgokat. Igen, azért alapvetően azt részesítjük előnyben, ha végig alusszuk az éjszakát, és az ilyen megébredések nem feltétlenül tesznek jót, és sokkal kimerültebben tudunk ébredni. Azért vannak olyan irányzatok, amik azt mondják, hogy egy-egy megébredés éjszaka természetes, tehát ugye ebből nem kell ügyet csinálni, nem kell egyből megijedni, hogy alvászavarunk van, és nem kell egyből szakemberhez fordulni, de jó, ha végig tudjuk aludni az éjszakát. Amit tudok javasolni, hogy mindenki figyelje meg a saját természetes megszokott ritmusát ebben, és ha változást vesz észre, akkor figyeljen fel rá. Már beszéltünk itt a kék fényről, de mi a helyzet a lámpákkal, a fényforrásokkal? Vagy ha mondjuk nincs függönyünk? Ez is nagyon fontos lehet a nyugodt alvás szempontjából, vagy ami még egy ilyen másik alváshigiénés szempont, például, hogy a tévéken vagy a monitorokon látható kis villogó fények egész éjszaka, ha így égnek, azért az is így megzavarja azt, hogy nyugodtan aludjunk. Ezeket érdemes száműzni a hálószobából. Hogyha valaki alváshiányban szenvedne, mondjuk ezt az alváshiányt próbálja kicsit kompenzálni, mondjuk relaxációval, vagy délutáni nappinggel, az mennyire segíthet mondjuk a lelki állapotunkon, vagy a fizikai állapotunkon? A relaxáció valóban tud segíteni ezen, tehát kipihentebbé tudunk tőle válni. Egy krónikus alváshiányt ez már nem old meg. A délutáni pihenéssel kapcsolatban pedig az a javaslatom, hogy nem érdemes sok órára lefeküdni és kialudni magunkat, mert sajnos az is rontja az éjszakai alvás minőségét, tehát nem délután kell bepótolni azt, ami kimaradt, de néha tényleg megéri ledőlni egy 20 percre, fél órára. Maximum 20 perc, igen. Kb. Hogyan tudnak segíteni, vagy mi a véleményed az altatókról? Ugye van olyan, ami természetes készítmény, és van, ami gyógyszernek minősül. Azt szoktam magamról mondani, és sem gyógyszerellenes nem vagyok, sem gyógyszerpárti. Én magam ugye
pszichológusként nem írhatok fel, de szoktam mondani olyan esetekben, amikor már az alváshiány kifejezett és befolyásolja a munkavégzést, vagy netán a pszichológiai munkát is velem, akkor javasolni szoktam, hogy ezt támogassuk meg pszichiáterrel való konzultáció mellett valami gyógyszerrel, ha a pszichiáter is úgy látja, és az a tapasztalat, hogyha mi megtaláljuk az okát az alvás problémának, és megoldódik, akkor valahogy így elfelejtődik a gyógyszer, úgyhogy nem szoktak úgy maradni a kliensek. De ez nem minden esetben indokolt egyébként. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Aludjunk tehát eleget, minimum 7 órát. 8-at.